Sziasztok! Ez a harmadik vlog videóm. Úgy döntöttem, hogy még egy témáról fogok beszélni. Ez pedig a nyugdíjasok és a terhes nők. Ez egy, hát a terhes nős az kicsit durva, mert igazából kérdezhetnétek, hogy miért szidom őket, vagy valami. Ezt már mindjárt kifejtem, mert belőlük is kurvára elegem van. Először a nyugdíjasok is. Hogy a mai nyugdíjasok nem tisztelik a fiatalokat. És egyszerűen azért menjenek már a picsába. Tehát azért ez mi? Miért nem tisztelik? De persze én meg tiszteljem, mert ő nyugdíjas. Hát a kurva anyádat azt. Leszarják a mai fiatalokat. Mindig buszon hallgatom, hogy mondják, hogy hát ezek a mai fiatalok milyen szemtelenek, nem dolgoznak, nem adják át az ülőhelyet. Hát a kurva anyádat. Én 12 meg 14 órákat dolgozok, leülök, kurva fáradt vagyok, és akkor még adjam át a helyemet. Hát, hogy az iskolapadban ültök meg, nem hiszem el, hogy a mai fiatalok ilyen fáradtak. Hát bazd meg, mi? A mai fiatalok többet dolgoznak, mint az akkori fiatalok. Ez komoly, ez volt egy csávó, ezt megállapította neten. Nem tudom, majd ha meglátom a cikket, belinkelem. Érdemes elolvasni. Nagyon, nagyon, nagyon durva. És akkor én vagyok lebaszva, mert merek ülni 14 óra munka után, és kúra fáradt vagyok. Hát rohadjál meg, te vén szatyor. És... Az érdekes egyébként, amikor éjszakai buszon megyek, mi a fasz keres ott egy nyugdíjas? Miért nem otthon van a jó melegben? Éjféli misére jött, vagy mi? Szóval érdekes, mondjuk már fél hétkor ott vannak a postán, már ott gyülekeznek, hogy be kell fizetni a csekket, be kell fizetni. Fű, de idióták vagytok. De mi meg tiszteljük azért az idősebbeket, mert ő már öreg, ő nagyon fáradt, egész nap a fotelban ül, meg kötöget, hát ki vannak merülve. És mondjuk érdekes, hogy igazából soha nincs egy büdös buznyákjú se, pedig nem költenek már az idősek nagyon semmire, nagyanyám se költ, és soha nincsen pénzük egyébként, most az csekken kívül mire költenek. Amúgy ezt hallottátok, hogy ez azt hiszem tavaly volt egy nyugdíjas, aki megfagyott, és milliók voltak a bankba. És egyszerűen így spórolt a hülye ribanc, a vén kurva, hogy nem fizetett, hanem inkább spórolt a fűtésre, és így egy csomó pénze benn volt a bankba. És igazából ez egy eléggé szánalmas dolog szerintem, hogy valaki inkább nem fűt, mint hogy sok pénze legyen, és inkább megfagy. Hát akkor dögöljél meg, bazd meg. Hát. És mi ilyen udvariatlanok vagyunk, meg tolakodnak, beszolgatnak. Képzeljétek el, a múltkor a hóna alá kapott egy botot, egy öreg ember. Mindenki sajnál, így remeg a keze, és akkor jaj, de öreg vagyok, de amikor már jön a busz, akkor így megfogta a botot, és úgy, és így szaladt. Hát, néztem, mondom, az a kurva Isten faszába, hát. És mi vagyunk udvariatlanok? Hát így, ilyennek adjám át a helyemet. Aztán felszáll, és így megint így remeg a keze, hogy ő milyen öreg, aztán adjam át a helyemet. Hát, ezt ki kell érdemelni. Hát, én nem adom át egy ilyennek a helyemet. Hát, dögöljél meg, hát. A rohadt anyátokat, de komolyan, bocsánat, hogy így káromkodok, de egyszerűen kiakadok én ettől. Meg tolakodnak, tényleg lögdösödnek, körbeállnak téged, és befújják magukat ezzel a rendszerváltás előtti büdös parfümmel, nagyanyámnak is van, olyan borzalmas szaga van, és felszállnak öte-hatta, jaj, Pista bácsi, hát itt tetszik lenni, és akkor körbeállnak, és azt szagolod, úristen, Képzeljétek, egyszer, akkor még a 17 kerben laktam albérletbe, akkor még vonattal jártam a keletiből ki, és ott állok az ajtó mellett, a vonaton, és oda jön egy vén asszony, hogy én leszállok, mondom jó, rendben van, de egy csomó hely volt mellettem, de én tényleg leszállok, mondom jó, van, hallottam, bazd meg, elsőre is, hát, hogy menni felemelni a hangját, hát én normálisan kérdeztem, én megmondtam neki, hogy normálisan válaszoltam, bazd meg, kétszer is.
Hát de komolyan, és akkor még én vagyok a szar szemét, geci. Sőt, a fatalom mesélte, hogy üres volt az egyes villamos, ketten-hárman ültek rajta, fölszáll egy vénasszony, és mondja apámnak, hogy én ide szeretnék ülni. Hát jó, de üres az egész villamos. De nem érdekel, ez az én helyem, én ide szeretnék ülni. Jó, fatalom átült, mert nem akarta megütni. De ez mi? Tehát üres a villamos, és pont oda akar ülni. Apám mondta, hogy üljön átam oda. Ő ide akar ülni. Ő itt szokott. Hát az anyádat. Étteremben is amúgy van ilyen, csak az fiatal nőben van, hogy ő oda akar ülni, és addig baszogatja az ottani vendégeket, amíg fel nem állnak, és odébb nem ülnek. Hát rohadjatok el. Ja, ezt még nem is meséltem egyébként, hogy amikor én voltam a Tesco-ba vásárolni, és oda jött egy vénasszony, hogy nem tetszene előre engedni, fiatal ember? Magának csak egy söre van, én meg sietek, mondom, hova sietsz, pazd meg a temetőbe. Szóval és akkor elkezdő, hogy hát, de milyen egy szemtelen vagy, hát, hogy milyennek neveltek. Én meg mondtam neki, hogy bazd meg, te nevelt, vagy a te gyerekeid neveltek minket. Tehát te, amilyenek nevelted a te gyerekedet, ő olyannak nevelt minket. És akkor én vagyok a hülye gyerek, bazd meg. És így mondom neki, és befogta a száját. Most nem így van? És akkor mi vagyunk a szar szemét, geci. Mondtam neki, gondolkodj el mielőtt beszélsz. Te nyomorék. A másik, amiről meg szerettem volna beszélni, azok a terhes nők. Na hát ez egy... Sokan mondhatják, hogy ne szidd a terhes nőket. Bassza meg. Tehát... Volt olyan, hogy hogy állok a 4-es-6-oson, a 4-es-6-os pótlóbuszon, akkor még az egész vonalon busz járt, és akkor mondja egy nő, hogy segítenél? De így. Én megmondtam, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát, hogy majd neked is lesz egyszer gyereked. Én megmondtam neki, hogy jó, de én senkinek nem fogom kikérni majd a segítségét. Én elintézem magamnak. De, és akkor valaki megszólalt a buszon, hogy de maga is volt fiatal, meg én meg hogy magát is megszülték, azt maga is volt fiatal, én meg mondtam neki, hogy de ki akart megszületni. Én kurvára nem, engem rohadtul nem érdekelt. És igen, és én mondtam neki, hogy az én anyám az nem olyan volt, mint ti. Tehát, és így befogták a szájukat. De komolyan, de ez a legundorítóbb dolog. És tehát ezzel igazából azt akarom mondani, hogy azért, mert terhes egy nő, meg öreg, az nem biztos, hogy meg is érdemli azt, hogy én átadjam neki a helyemet. Jó, egy terhes nő az kicsit más, de ott is volt olyan, hogy olyan bunkó paraszt geci volt, de komolyan én lenéző flegma, csak hogy ilyennek adjam át a helyemet. Ez egy állapot, nem érdem. Értitek, hogy mit akarok mondani? Ezt ki kell érdemelni. Ezt komolyan mondom. Az a baj, hogy visszaélnek ezzel az egésszel. Azért, mert ő öreg, meg terhes, azt hiszik, hogy ők mindent megtehetnek. Tehát álljon már meg a menet. Ez nem így működik szerintem. Udvariatlanok, szemtelenek, nem tisztelik az idősek a fiatalokat. Egyszerűen mi a szemükbe senkik vagyunk kb. De mi meg nézünk fel rá, mert ő öreg. Van egy nagyon jó írás egyébként a neten, hogy tehát amikor például soha nem adnak neked igazat. Hát én idősebb vagyok, én jobban tudom. Van egy ilyen kiírás, hogy azért, mert te idősebb vagy, nem biztos, hogy neked van igazat. Lehet, hogy tévedésben éltél idáig. És ez tényleg így van. Nem, és mit tudom én, ez így van a politikában, így van a zenében, így lehet bármiben. Azért, mert én idős vagyok, én jobban tudom az apát faszát, azt tudsz te jobban. És inkább menjetek el, bazd meg, szavazni. Ezért tart itt az ország, mert is szavaztok az MSZP-re, szavaztok a lófasz tudja mire. Ezért tart itt az ország. Na jó van, gyerekek, ennyit akartam igazából. Én igazából terhes nőket nem szidom, de ezt ki kell érdemelni, hogy én tiszteljem őket, meg felnézek rájuk. Hát köszönöm a figyelmet, sziasztok!